Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi kapu nyílik július 3-án. Ezek a napok különleges napok. Miért? Mert a mi naprendszerünk és a mi földünk a plejádok fele irányul. Tehát mi a plejádokkal és a hiádokkal vagyunk így összeköttetésben ezeken a napokon. A plejádok és a hiádok azok egy égi kaput, egy ilyen arany kaput szimbolizálnak. Ezek testvérek, és ezek a lányok az Atlasz Istennek a lányai. Ezek sírnak, mert a fiú testvérjük beleesett egy kútba. Így meséli ezt el a mitológia. És ez a fiú testvér, aki beleesett a kútba, nem más, mint a mi naprendszerünk. A plejádoknál a központi nap nem más, mint Alkioné. Lefordítva azt jelenti egy királynő, aki győz a rossz és a gonoszságok felett. Én úgy látom, hogy Alkioné nem más, mint Holle anyó. Tehát egy ilyen napon, amikor egy égi kapu kinyílik a plejádok felé, Alkioné felé, mert ez a központi nap, így összeköttetésben állunk Holle anyóval, és ő segít nekünk. A kérdés csupán az, hogy melyik irányba tekint, jó dolgok irányába, vagy a rossz felé. Ezt az égi kaput nem csak a mitológiából és a mesékből ismerjük, hanem a maják is tudták ezt. Mert ezek a napok, ezek a maja kalendáriumból jönnek. Ott van ez megírva, hogy melyik napon nyílik egy égi kapu. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám. Ez rezgéseket mutat. Mi a mai napon, tehát július 3-án a negyedik rezgésben vagyunk. Ez a negyedik rezgés Ahau hatása alatt áll, ami lefordítva napot és az őseinket jelenti. De ezen a mai napon, ezen a napon, amikor ez az égi kapu kinyílik, tehát július 3-án Chuen hatása alatt állunk. Chuen lefordítva majmot jelent, és azt közli velünk, vegyük viccesen a dolgokat. De azt is, hogy játszadozzunk. Vegyük könnyen a dolgokat, búcsúzzunk el azoktól, ami nyomaszt bennünket, vagy másképp lássuk a dolgokat, nevessünk rajta, és legyünk olyan gyermekesek. Ez a nap jelenti az emlékeket is, a mi gyermekkori emlékeinket. A szép emlékeket meg kell, hogy őrizzük, de ha ez szomorú, akkor búcsúzzunk el tőle, mert ez is nyomasztó, mert ez is kihat az életünkre, és nem kell, hogy most sírjunk, hanem Chuen azt mondja nekünk, hogy nevessünk a dolgokon. De ügyeljünk arra is, hogy ne mások nézzenek bennünket egy majomnak, és nevessenek rajtunk, mert akkor meg kell, hogy védjük magunkat. Ez a Chuen energi ebből a maja naptárból azt is közli, hogy a múlt, a jelen, meg a jövő összekötetésben áll. A múltból
tartsuk meg a szép emlékeket, a jelent éljük, és könnyűséggel tervezzük a jövőt. A mai napon, amikor ez a csuán energia itt hat ránk, olyan spontán hozzunk döntéseket. És ez volt a bepillantás a maja naptárba. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!